Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják. Köszöntöm nézőnket, Kendresen Kovács Sándor képviselőről beszélgetünk, hiszen egy holtjelmék ünnepséget tartanak ma a településen. Ön mondta az ünnepi beszédet. Itt volt a család is. Azt gondolom, hogy egy szónoknak az a legnagyobb elismerés, amikor a hozzátartozók is gratulálnak. Így van, ez a Horthy megemlékezésén már 25. alkalommal, 25 éve minden évben Kenderes városa megtartja, már többször mondtam ünnepi beszédet, de mindig egy kicsit felemelő érzés az, amikor Horthy Miklós kormányzó mauzóleumánál, kriptájánál, a család kriptájánál emlékezhetünk a magyar történelemre. Ez a magyar történelem, ez legyen jó, legyen rossz, ez a mi történelmünk. Ennek mi is részesei vagyunk, ha nem is éltünk abba a korba, a jó döntéseknek, a rossz döntéseknek, mi is viseljük a következményét, és hát a őseinket nem tagadhatjuk meg. Az ő cselekedetei a mi cselekedeteink, és emlékeznünk kell rá a magyarság történelmébe, a magyarság kiemelkedő személyiségére. Horthy István is azt mondta, hogy megköszönte, hogy nagyapjáról és az egész Horthy családról itt Kenderesen minden évben megemlékeznek, és most idén ő is személyesen itt volt feleségével. Így van, Horthy István minden évben itt szokott lenni ezen a megemlékezésen, és hát a kenderesiek sokat köszönhetnek a Horthy családnak, hiszen itt volt birtokos család, Horthy Miklós családja, sokat fejlesztett Kenderesen, majd a kommunizmus idején pedig nagyon sokat büntették Kenderest pont ezért a Horthy család miatt, elmaradtak a fejlesztések, hátrányban volt az, hogyha valaki kenderesi születésű volt, és mégsem felejtették el a kormányzót és a kormányzó családját, és mai napig Kenderesen nagy tisztelet övezi őket. Reméljük, hogy sokan lesznek, akik jövőre is eljönnek, hiszen ez a évben csak ez az egy évforduló van, de több alkalommal tartanak itt megemlékezést. Így van, remélem, és nem aktuál politikának, nem hisztériakeltésre fogják ezt felhasználni, ezt a megemlékezést, hiszen ez nem az aktuál politikáról szól, hanem a magyar történelemről. Mennyire nehéz ma egy általános iskolás iskolatáskája? Hát lehet nehéz az általános iskolásoknak a táskája, az alsósok és a felsősöké is, de a kollégáim és minden pedagógus igyekszik arra figyelni, hogy ezeket a terheket megkönnyítsük. Intézményünkben egésznapos iskola működik az alsó évfolyamon, és az azt jelenti, hogy a gyerekek a 7 napjaiban nem viszik haza a tankönyvet, hanem az iskolában történik a délutáni időintervallumban a másnapra való felkészülés is. Tehát a táskában ilyenkor hétköznap esetleg a kis megmaradt telemózsiát, vagy a mosásra szánt torna felszereléseket viszik haza a gyerekek, illetve hétvégén, pénteken, hogyha mégis haza viszik a könyveiket, a pedagógusok arra is ügyelnek, hogy megfelelően pakoljanak be a kisdiákok a táskába. Ugye azt tudjuk, hogy a táskában való elrendezésnél, hogyha egy súlyosabb könyvet a szélére teszünk, akkor sokkal nehezebbnek tűnik, és nehezebb cipelni, de hogyha a háthoz közelebb pakoljuk, akkor az sokkal könnyebb vinni. Így tudunk mi pedagógusok segíteni a gyerekeknek a terhein. Nagyon fontos a jó iskolatáska is, akár az elsősöknél tanévnyitó értekezleten tudnak-e javasolni olyan táskát a szülőknek, ami megkönnyíti a gyerekek terheit? Igen, ilyenkor tanév elején mindig az elsősöknek az első napon, az elsősök szüleinek szülőértekezletet tartunk, és sok-sok hasznos információ mellett ezzel kapcsolatban is tanácsot adnak a kollégáim a szülőknek. Ugye nem minden gyermek egyforma. Egy kis kezdő elsős lehet gyengébb testalkatú, illetve lehet erősebb testalkatú is, tehát mindig javasoljuk azt, hogy a gyermek testalkatának megfelelő méretű táska kerüljön megvásárlásra, illetve az a táska ne legyen nagyon széles, ne legyen nagyon hosszú, mert ugye kicsik a gyerekek még ebben a 7 éves korban, tehát mindenképpen ezt szoktuk javasolni a szülőknek, illetve, hogy úgy válasszanak táskát, hogy a válpántja is, ma már lehet kapni ezeket a kipárnázott válpántos táskákat, és ezeket szoktuk elsőként ajánlani.
megfogadják-e a szülők ezeket a tanácsokat? Igyekeznek megfogadni, de hozzátartozik az igazsághoz, hogy ez függ a családok anyagi helyzetétől, illetve a szülők pénztárcájától is, de úgy gondolom, hogy a célnak megfelelő iskolatáskákat, hátizsákokat azért már elfogadható áron lehet kapni a kereskedelemben. Említette, hogy nem viszik haza a gyerekek a tankönyveket hétközben. Ez mennyivel könnyíti meg az iskolatáskát? Ugye, hogyha telepakoljuk az iskolatáskát, körülbelül egy olyan 6-7 kilónyi teher összegyűlik, és ugye a 7 éves korosztálynak, 7-8 éves korosztálynak ajánlott súly a cipekedésre körülbelül 2-2,5 kiló között van. Hát ez nagyon is lecsökkenti, mert közelít ehhez a 2-2,5 kilóhoz a táska súlya a hétköznapokban. Mennyire nehéz az iskolatáska? Hát általában nehéz, és anyukám meg apukám szokott segíteni, és amikor hétköznap vagyunk itt, akkor könnyű, mert csak a füzeteket visszük haza, meg a tolltartót. Amikor meg szünet lesz, akkor mindent hazavisszünk. Hány könyvet visztek ilyenkor haza körülbelül? Körülbelül szerintem 15 darabot. És véleményed szerint ilyenkor hány kiló a táska? Szerintem 5-6 kiló lehet. És ez neked nehéz? Tehát egyedül tudsz így iskolába jönni, hogy egyedül hozod a táskát? Hát mindig úgy jövünk, hogy anya mindig elhoz, vagy apa, amikor anyukám nem ér rá, és akkor apukám vagy anyukám szokott segíteni. Szeptember 22-én a halételek, a vadételek és a vízszerelmeseit várják a bátszolókra. Milyen rendezvények készülnek? Igen, szeptember 22-én városnapi rendezvény lesz, egybekötve halvad főzőfesztivállal, hiszen a térség nagyon gazdag és híres volt sokáig az apró vadjairól, ez a mai napig is így van, illetve hát nyilván a Tisza mellett pedig a halételekről is híresek vagyunk. Illetve ehhez a naphoz kötjük a bátszalók várossáválási időpontját is, és a település Tiszaabád és Tiszaszalók egyesítésének időpontját, hiszen 1896-ban egyesült a két település Tiszaabád és Tiszaszalók Abátszalók néven, és ez szeptember végén, október elején történt meg, de most az időpont szeptember 22-re esik. Milyen érdekességekkel várják oda az érdeklődőket? Délelőtt kora reggel az egyesülést jellemző csipesz szobornál lesz egy hivatalos ünnepség. Itt a településnek kitüntetéseket fogunk átadni, akik a bátszalókért sokat, nagyon sokat tevékenykedtek, a képviselőtestület, illetve nagykorúvá válása, avatása lesz a 18 évet betöltött települési lakóknak. Ők egy pillért építenek abból jelképesen téglákból, amelyeket azt jelképezi, hogy ők ennek a településnek reméljük, hogy szintén ilyen erős pillérei lesznek. Majd pedig menet közben elindul a halvad főző verseny, ahol már most 17 csapat jelezte részvételi szándékát. Gasztronómiai rendezvény, kóstolójegyes lesz a rendezvény, tehát igazából a hozzánk látogatók úgy, mint tavaly, meg azelőtti években is megkóstolhatják a csapatok által készített nagyon finom ételeket. Sportrendezvények is kapcsolódnak mellé, családi sport délután lesz, egészségnap, különböző vérnyomásmérés, vércukormérés is fog kapcsolódni, tehát aki esetleg túl leszi magát és vigyázni szeretne az egészségére, akkor azért ezt kontrollálni fogjuk. Különböző vetélkedők lesznek, természetesen gyerekeknek játékok és koncertek sorozata lesz, tehát kulturális műsorokban is bővelkedni fog az esemény. És egy új helyszínen mutatkozik be ez az esemény ebben az évben. Igen, az előző esztendőkben a Füzes Kempingben tartottuk, de most hál' Istennek ott építkezés folyik, ezért most a strandot, a szabadvízű strandot választottuk helyszínül, hogy méltó körülmények legyenek, és elég hely legyen a rendezvényhez, és megfelelő színvonalon bonyolódjon le.
már kicserélődött az 1000 forintos bankjegyek több mint a fele. Az 1000 forintos bankjegyeknek már több mint a fele újjakra cserélődött március 1-e óta, mióta az új bankjegyek forgalomba kerültek, közölte a Magyar Nemzeti Bank honlapján csütörtökön. Az MNB rámutatott, a forgalomban lévő régi 1000 forintos bankjegyeket október 31-ig lehet a készpénzforgalomban használni, ezt követően a jegybank bevonja azokat. Sokat beváltottak előtte, mielőtt ugye nem lehetett vele fizetni, de most már nem hoznak. De még a bankba ott bármikor még be lehet váltani. Hamar megtanulták, azt tapasztaltam, hamar megtanulták az új ezrest, és akkor sokan kérdezik, hogy a régi ezressel meddig lehet fizetni, én tájékoztatom őket, mert van is egy kis tájékoztatóm, amit ugye a bankból kaptam, és 10. 31-ig még a régi ezresre be lehet váltani, azzal lehet fizetni, az még forgalomban van. A régi bankjegyek a bevonási határnapot követően nem veszítik el értéküket, minden bank és postafiókban 3 évig, az MNB lakossági pénztárában pedig 20 évig, 2038. október végig díjmentesen átválthatók azonos címletű törvényes fizetőeszközre. Az MNB felhívta a parkoló, menetjegy, ital és árautomata üzemeltetők figyelmét, hogy akik eddig még nem tették meg, azok mielőbb készítsék fel berendezéseiket az új 1000 forintosok elfogadására. Az MNB 2014-ben kezdte meg a forintbankjegyek megújítását, hogy a régi címleteket egységes, korszerű biztonsági elemekkel rendelkező, a bankjegyvizsgáló gépek által is könnyebben kezelhető bankjegyekre cserélje. Az elmúlt években bevonták a régi 20 000, 5 000 és 2 000 forintos bankjegyeket, amelyekből már csak az új változatokkal lehet fizetni. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták, riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!